máshol ismerőltetett a mind a két valamit. Mert most nekem nem jeleztek vissza, hogy ők ezt kikutatták volna, szerintem nagy falat. De már eleve ez nagyon sokat segít, hogy meg tudtad adni, hogy... Meg az eredeti könyv is. Na hát az még nagyon segítség, mert akkor ilyen mindenféle hangfáradban megvédőjében meg tudom. A fájba is megtolhatott a benne is, mert a segítséget is kiderítjük ezt napokkal. Már kaptam az alkalmat. Minden jó, hogy egyet látják sokat. Átpasszoltam ezt a labdát nekik, de nem kaptam visszajelzést. Lehet, hogy az új fiam mélyhez gondolta, hogy költenek egy új zenét hozzá, nem tudom. Hát az érdemesebb kikutatni az eredetet. Igen. Azért is gondoltam, mert igazából a képes lapokat, hogy kutattam ehhez a Verespatakhoz. Az már más tészta, hogy van több verespataki lapom is, nem tudom mikor lesz a könyv. Az is megint egy olyan gyűjtési terület, szinte mint Torockó. Ilyen szempontból, hogy nagyon nehéz összegyűjteni, és megint egy kisebb gyűjtésből állna össze. De és ahogy kerestem, ez a könyvet és az anyagot, akkor bukkantam erre a névdalra. Tehát ahogy szoktam mondani, hogy ezek a könyvek nem száraz adatokat tartalmaznak. Vannak benne azok is, akár a népességi számokat, hogy számba vetjük, hogy milyen voltak az arányok, milyenek voltak az arányok az 1910-es népszámlálás idején, a Kárpát-medencében, és hogy változtak azok. Teszem hozzá, mondjuk a nagyvárosokat említjük, akkor csak arányaiba vesztett nagyot a magyarság, lélek számában annyira nem. Tehát az a 25% az most is több mint 40 ezer ember, és 40 ezernél nem sokkal többen laktak 2010-ben, csak akkor 5% volt a romlásság. Egyébként nagyon sok tényleg arany ember van közöttük, és sokkal képes lapgyűjtők is vannak a romásság belkeiben, ismerősök is vannak, és nekem igazából a vezetőikkel van különös problémám, meg az a balkáni szellemiséggel, inkább bukaresti szellemiséggel, nem mondom, hogy a Görögországokat bántani, ők is a Balkánon vannak, hogy amit átcsempésztek a Kárpátokon, az hogy valósult meg, hát nem kell mondjam, Korondi, hogy mi az, amire ha ránéz valaki egy régi képes lapra, amit tanultassak itt, én láttam itt, tessék, Zágon. Hát mondjuk, ahol több magyarság van, ott annyira nem bevődik észre. De ahol a másik népelem megjelent, akik kulturális és egyházi szempontból is óriási szakadékokat hozott egymás közöttünk, mert hát mások vagyunk, és nem voltak toleránsak velünk, akkor az abszolút a tájra, a városra rányomja a bélyegét. És hát akik ma is bontanak, kisajátítanak, hát nem tudom, hogy mi lesz a vége, őszintén szólva. Ezek a kis képes lapok, ahogy mondtam, ilyen kis muníció, de ahhoz, hogy a gyerekeknek is átadjuk ezt. Én nagyon örülök, mikor hát kaptam egy fotót nemrég, épp volt főszerkesztőm a Szakács Árpád, nem sokan ismerik a nevét, meg a kisfia, éppen olvasson egyben az elrabolt Hungáriának, pedig ő is könyvkiadó, ő könyvkiadó az Árpád, és nézd már, mit olvas a fiam, és akkor látom, hogy ott nagyban nézi, hogy látszik rajta picit a döbbenet, és a kis fiún, hogy nézz oda, mi történt. Mert valahogy nekik is már kicsiknek is, akik jártak oda, tudják, hogy mi a különbség, mi változott. És én erre próbáltam a Torockó könyvbe, egyébként ebben a kis budapestes könyvbe is, nem is könyv, bocsánat, egy örök naptárba, ezt még nem is mutattam meg, ez igazából turistáknak szól, a 122 kiadónál adtuk ki még korábban, azért érdekes, mert picit a misszió ez, hogy a külföldiek is megismerjék a régi Budapestet, és ugye hátul szövegek is vannak, és hát lehet, hogy olyan szöveg is van közte, amit egyesek politikailag nem tartanak korrektnek, például azt, hogy a magyarországi, vagy a budapesti parlament azért él, majd benne mennek a kicsi országnak épült. Hát most ez van. Én ezen nem gondolkoztam. Ilyen ez egyébként, ez most reggel, mikor jöttem ide, akkor jutott eszembe, hogy van nekem itt egy másik könyv, ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez nagyjából én írtam, nem is nagyon reklámoztam soha. Csodálatos Magyarország, egy pici könyv, egy norvégiai kis szuvenír boltba
sorozatban találtak hasonlót, ezt elárulhatom, és a szerkesztők kitalálták, hogy csináljunk egy ilyet, és rengeteg gyönyörű magyarországi, kismagyarországi fotó van, viszont az előszót azt magam írtam, angolul szintén le van fordítva, hogyha az angolok azért tudják meg, hogy ekkora is volt ez az ország, meg hogy milyen rendezvények vannak itt, meg hova érdemes ellátogatni, nekik, őket is kell egy kicsit úgymond nevelni, hogy mást is lássanak, ne csak azt, amit egy idegenvezető és kiváló munkát tud végezni, de hát vigyen magával valami. A neve ez, hogy Hungary in a bag, Magyarország bacskóba. Na hát igazából az én életművem egy része, mert az a 40 ezer vagy 50 ezer példány, ami megjelent a naptárakból, hiszen hozzá ilyen naptár is volt, bocsánat, hogy Székelyföld annó, ezen pont Csíksomjó látható, ez 2018-ra jelent meg, ez egy gyönyörű, ezek 40-es évekbeli lap, és ez egy ilyen kinyitható kis naptár volt, nagyon szerették az emberek, most a koronavírus járvány ezt megakadályozta, hogy megjelenjen, mert hát nem volt vásárlóközönsége a cégnek, ők ez egy kereskedelmi vállalat, és ez volt az utolsó, ami megjelent. Ez Nagy Magyarország annó, ezt a nevet egyébként nem én találtam ki, ezt a, ha jól emlékszem, az egyik cégvezető találta ki, de hát adott volt a téma, hiszen mindenhonnan volt képeslapom, a régi Kárpát-medencéből, nagy szalonta van rajta. Ez egy nagyon-nagyon szépen feljavított lap, mert nagyon mostoha körülmények között találtam, mert rá volt ragasztva valami, vettem én ilyesmit, észrevezetőt utosták ezeket a lapokat, nem volt tanácsos ezeket a 89-ig ilyeneket közszemléleten kiáltalán, tehát az néhány évből tőle, az biztos. És Isten hozott szép magyar leventét, aranyos vitézek. Ez valószínűleg a bevonulás előtti napok, aznap reggeli képe volt nagy szalontán, amikor várták a bakákat, hogy vonuljanak be. Egyébként érdekes, hogy az említett magyar nemzetes sorozatom legutolsó tagja, az pont ezt a részt ábrázolja nagy szalontából a Íres Csonkatornyot, ahol most az Arany János Múzeum működik, illetve mellette a frissen felújított magyar állami pénzből, és hát nagy szalontai magyar akaratból felújított aranypalotát, ami kultúrás központ működik, tehát érdemes nagy szalontára is elmenni, egy kis ékszerdoboz az is, csak hát azon, mivel hatalmas átmenő forgalom van rajta, azért más nyomokat hagyott ez a pár évtized, nem úgy, mint Toronckón, ami hát picit azért elszigetelte a település. Irány Erdély, irány Felvidék, Délvidék, érdemes ezeket a könyveket az embernek magával vinnie, mert picit plusz információt ad, úgyhogy én bármilyen kérdésükre nagyon szívesen válaszolok. Hogy merült-e bennetek kérdés esetleg valaki? Foglalkozik-e fotókkal? Igen? Fotókkal. Igen, mi van? Foglalkozik-e velük? Jó, fotókkal? Mármint, hogy képes város? Városról fotók, igen, vagy egy ember áll egy dolog előtt, mondjuk. Ön szakmavédi. Ön szakmavédi lehet akkor, jól? Nem, így nem, nem vagyok. Ja. Hogy engem nagyon érdekelnek, az egy mondjuk egy teljesen más világ, ami nem képes lapként feladott fotó. Érdekes, hogy a régi fotóknak nagy részét a század elején úgy nyomták ki, hogy a hátlapja akár feladható volt képes lapként is. Én pont most... Nagyon átfedés áll. Van átfedés. Csodálatos. Nem álltak fel. Igen, igen. Vagy feladtak volna, ha még ment volna a divat továbbra is, hogy képes lap lesz, szóval igen. Valahogy megfad. Vannak ilyenek egyébként. De néha a tematikában ugyanaz van rajta. Így van, és nagyon érdekes, hogy a reprodukciónál tulajdonképpen ritkábbak azok a lapok, amiről ön beszélt, mert azokat ilyen fotó eljárással nem nagyon tudták nagy mennyiségbe kinyomni, mert drága volt, meg lassú volt. Rendesen ők rávetítették, tehát ugye nézzék meg, hát ez egy, most egy másik lapot mutatok, ha már ekkora gyönyörű gyűjtemény van itt előttem, Zombor, Weidinger palota, és tehát ugye ez egy nem egy fotópapír, de milyen gyönyörűen kijött rajta, és részletgazdagon, tehát abszolút minőség. Egyébként Romániában és Ró-Romániában is jelentek meg ilyen lapok, helyi kiadások, vagy németországi kiadások, egyáltalán szó sincs arról, hogy
ők se tettek meg mindent, hogy jó minőségű lapokat állítsanak elő. De visszatérve a fotókhoz, az drágább, nehezebb volt előállítani. Úgyhogy nagyon ritkák azok a lapok, amik maga a fotós is látszik. Volt, hogy két kamerával mentek, és állványokon. Hogy is mondták, hogy a fényképezőgép az az eszköz, amit néha leveszünk. Fénykép leképező eszköz, amit néha leveszünk az állványról. Valahogy így mondták, egyébként minden állványon gyönyörűen csináltak, és mindegyikkel látszik, semmi bemozdulás nincs. Abszolút. És visszatérve, nekem is vannak egyébként olyan lapjaim, amelyek abból a korból vannak, egy családi képek, de feladták őket képeslapon, úgy, hogy a kis turulós bélyegek, az aratós bélyegek szállították, de hát amit itt a Toroszló és Könyéke képeslapokon kettőn, amit látnak, ez már viszont fotografikus eljárással készült, rá is mér, hogy originál fotó, ezt a Fotofilm Korozsvár adhatta ki, azt hiszem, hogy volt egy ilyen cég, és érdekes egyébként, hogy ezt úgy adták ki, hogy ekkor, mikor ez a kép készült, akkor bőven Románia volt még itt, de korozsváriak lejártak azért, fényképezkedni csináltak Toroszlónak képeslapokat, hála jó Istennek, mert készülhettek belőle képek. Tehát ugyanilyen minőséget képzeljenek el, mert itt úgy látom, régebbi lapok is vannak főként, ez csodálatos, hanem mint egy könyvborító, csak egy normál képeslap, bár most már egy gyermeknek azt is el kell magyarázni, milyen egy papír fénykép, mert hát szinte azzal se találkoznak. Tehát bár ezek muzeális dolgok. Viszont ennek van egy előnye, igen. Még pár évvel is csináltam ilyet, még a Balkánon is, hogy mire te vágtam, képeslap mindenre, a saját fotókban, amilyen fotót, és bevonalasztam, mint hogyha rendes képeslap lenne. Rátettem a véget, elvitték a nélkül. Próbálják ki egyébként, ezzel egy új divat lehet, mert most már annyira kevés forgalom van a postán, hogy nem nagyon foglalkoznak vele már. Tehát ha rajta van a bélyeg, akkor elmegy, kész. Még egy kicsit, ha az idő engedi. Ezt enged meg, hogy itt közben megekedett, hogy a régen ugye nem volt ilyen modern technika, és a képeslapok a nagy művészeknek a munkáiról, szóval Rembrandtról, így a művészek olyan tanulmányokat csináltak, hogy bevonalkázták, nekem is van ilyen a gyűjteményemben, ceruzával bekockázták, és akkor bizonyos részletét kinagyította, és tanulmányokat készített. Ugye nem jutottam mindenki a nagy múzeumunkból. Ugye ez nagyon izgalmas. Igen, nekem is van. Egy ilyen, én is találkozom. És ilyen fotó képes lapom is van, azt meg akkor neked fogom adonatkozni, ha ennek ilyen értéke van, akkor te nagyobb jó helyre kerül nálad. Viszont a fotókról még egyet csak aztán gyorsan visszadom, hogy az izgalmas lehet, hogy most itt látok ezt a palotát, hogy mondjuk most készülne arról a palotáról egy fotó, hogy egymás mellett a kettő. Igen, ez az Erdély Annó és Most című naptár. Rátapítottál a lényegre, mert készült ilyen. És eredetileg a lerabolt hungár is ilyen lett volna, csak hát jött a vírus, és nem tudtunk elindulni. Egyik iszonyat nagy munka. Jobb is talán most eddig hirtelen megjelent. Jövő lett ez a könyv. Érdemes egyébként a szöveget is elolvasni benne, aki még nem ismerné. Rendkívül. Tehát súlyosak ma ezek a szövegeket, mondom. Ja, és amikor ilyen fotó is. Hát, köszönöm. Amikor olvastad a Pesti srácokos újságíról a Hírhárnak az írásnak, akkor ne felejtettem mondani, hogy a másik véglet az, akinek viszont naponta rágja át magát egy oldalon. Hát és sajnos sírdogálnak is az emberek, mert úristen, ezt vesztettük. És akkor van számszerűsítek, hát most nagyon hogy társadalomban élünk. Az embereknek a tudatából sok mindent kirúgoztak az utóbbi 100 évben, és hát gondolj meg vele, mennyit bekerül egy utca. Mennyibe kerül egy gyár? Hát az is ki, azt derítettem ki, a román forrásokat néző Petrozsény környékén, ahol bányáink voltak, még évekig, 40-es évek után, bocsánat, 44 után, hogy visszajött Románia Erdélyt, még ott volt magyar érdekeltség, és utána átjátszották az egészet a szovjeteknek. És az ottani bánya az egy magyar hatalmas bányatársaságra, a Sargó Tarjáni bányatársaságnak az ottani fiókvár alattából. És erről vannak tanulmányok, egyetemiek, csak hát az a helyzet, hogy jó, hogy vannak egyetemi tanulmányok, amik megjelennek néhány példányban, vagy szűk körben bemutatják egy szimpóziumon, de nem került ki a könyvpiacra, sajnos nagyon-nagyon nagyra. Ezeket próbáltam ezekből is össze-összeszedegetni érdekességeket, hogy az emberek lássák, hogy ez
tudományosan megalapozott dolog. Én nem vagyok történész, én kommunikációs szakon végeztem újságíróként, de ott is történettel, sajtótörténettel foglalkoztam. Tehát nekem is a diplomamunkám az ehhez kapcsolódik. Tehát volt rá szerencsére lálátásra, ráadásul ez is egy kommunikációs forma volt, úgyhogy abszolút adta magát, nagyon is örülök, hogy most ezzel tudok foglalkozni. És még egy picit csak a fotókhoz visszatérve, hogy volt, hogy én is reprodukáltam lapot, és ugyanúgy pont oroszkóit, és feladták postán, abszolút megérkezett. És van egy új, pont a Perés Klárával beszéltük ezt, mert ő is picit csirálkozott, hogy hát most már nem nagyon felképes lapot, pedig nagyon személyes, meg hát van egy bélyeg rajta, egy külön történet van, meg ki lehet rakni a tükörhöz, vagy akármi. Bélyegről eszembe jutott egy kérdés, bocsánat, hogy itt olvastam a cikketet most a Magyar Nemzetben, és örömmel olvastam, hogy Székelyudvar helyi bélyeg tervezők is vannak, de egy Szent István... Sőt, Légrádi Sándor, hát ez hatalmas, aki a... Tehát, hogy még terül neki egy képesnek kapcsán, és egy egészen komoly grafika van, itt egy picikében azon a bélyegen Szent István. A kelet, rendkívül jó volt. Igen, és talán a kelet visszatér, az erdélyi részek visszatértének a bélyegét is, azt hiszem, hogy talán ő tervezte, és ő még a Kádárkorban is tudott tervezni. Tehát nem állították félre. Ilyenek vannak. Mert a kettő összefügg nagyon, a bélyeg és a lap. Hát van, ahol például ezt, amit ezzel van bélyeg. Tehát van, amin hát az idők során, nem tudom én, lekaparták olyanok, mint én kiskoromban. Csináltam én is ilyen barbár dolgokat, nem ilyen típusú képes lapokat, de hát talán magam hibájából jöttem rá dolgokra. De hát ugye gyerekként kezdtem el én is ezeket nézegetni, mondom, te is a névtánccal úgy, vagy bocsánat, névdallal úgy találkoztál gyerekként, te is magadba szívtad, de ott ezek valahol szakmák is. Nem tudom, én gyerekkoromban én csokoládés papírt is gyűjtöttem, és bélyegem is gyűjtöttem. De én ugye a kerámia művészetre gondolok, hogy azt láttam. Meg papírszalvétem. Hát igen, ezek ugye más szorosú gyűjtések. De van egy réteg, aki ma is nagyon elkötelezett azért, úgy, mint te, a képes a gyűjtés mellett, a milyen gyűjtés. Annyira meglepett, egy fél éve sincs, egy úr írt nekem egy levelet, hogy engedjék ki, hogy az egyik magyar nagyasszony ábrázoló szopromról bélyeget készült. Hát én nem tudom, hogy az megjelent forgalomban vagy sem, mert az hozzá nem jutott el, de ő küldött, amit saját magának megcsinálja a magyar posta. Egyébként akkor illene, hogy elküldjék neked, hogy ez lett. Nem, az úr elküldte, de a posta, a magyar posta nem kapta, de ez nagyon meglepett, hogy még létezik ma. Igen, és a mostani bélyeg sokkal többet fognak érni majd a jövőben, mert ezeket, amiket ezeket a képes lapokon is látunk, azok milliós, 10 milliós példányszámban jelentek meg. Ezek mostani 40-50 ezer példány, ezek mostani szemmel, meg szándék szemmel, vagy egy nagyon kicsi mennyiségnek számítanak. Úgyhogy ha felkerült, értetes bélyeget lesz a lapba, valószínűleg már most is. Nagyon kedves dolog volt. És egyébként még zárszóként, hogy nem halt ki a képes lapgyűjtés, mert van egy post-crossing nevű mozgalom, ezzel néhány éve találkoztam, akik hát valószínűleg már nagyon unják az e-mailnek az arctalanságát, meg a messenger üzenetek, ami minden napjaink részévé vált, hogy mint a régi időkben, de túl gondolva, egyébként interneten szerveződnek, de a világ minden táján vannak kis csoportok, és post-crossing, ez amivel önnek is mondom, lehet, hogy szerintem biztos érdekű különösen. Tehát Szingapurból küldenek Magyarországra, akkor te Magyarországból küldesz Szingapurba, gyönyörű lapok jönnek, mennek, mert egyszer megkerestek ennél a 102 nevű kiadóráról, aki a naptárakat adta ki, és nagyon gyönyörű képes lapokat adott ki a 102, hogy úgy tudjuk, hogy önöknél lehet kapni normális budapesti lapok, egyébként ugye nem. Most kimegyünk, nagyon kevés helyen van. Művészi lapok épp adódnak, az is nagyon gyönyörű, de ugye a városról szóló lapán nagyon kevés van. És még annyi, hogy bár ugye remélem meghallgatják majd a Karcefemen a Perjés Klára által készített interjúban, olyan dolgokat szedett ki belőle, mert ugye egy nagy szaktekintélye a sajtóba, amiket még én sem nagyon gondoltam át, de
most reggel picit úgy készültem, és hogy bőven van mit mesélni a könyvekről, de hogy egy abszolút újdonságot is mondjak, van egy képes lap lexikon, a Méri Ráció kiadó adta ki 2005-ben, Balázs Károly írta, nem akarom, egyébként, nem tudja, és abban címszavak vannak. De úgy, mint tényleg egy olyan, mint mikor a lexikonokat a Franciaországban először kezdték el nyomni, hát ős lexikonokat, hát nem lehet mélységében ezt annyira kikutatni képes a tudományt, mert nincsen katalógus. Viszont 1899-ben már volt képeslap, tudományi szemle, vagy képeslap folyóira, nem tudom pontosan előtt. A lényeg az, hogy a Budapest címszónál ez a lexikon azt írja, hogy 1899-ben megjelent ez a folyóirat, amiben közlik, hogy addig 1899-ig 1800 típusú Budapestet ábrázoló képeslap jelent meg. Ez óriási szám. Ennek a cégnek, amit elkötöttem a 100 szót körül, ennek nem jelent valami több év alatt. Tehát, és ez egy kis cég. És akkor ugye ott hozzáteszi a szerző, a kutató, hogy most képzeljük el, hogy a végtelenség lehet ezt körgetni. Tehát aki képeslapot gyűjt, az legfeljebb a Budapest történeti, Budapest képeslapot gyűjt, az a Budapest Történeti Múzeum szerintem az. De sajnos azt el kell mondjam, hogy a OSK-ban is voltam, akik egyébként segítettek, és a Torozkó könyvemnél is, hát nekik vannak lapjaik, de meg a Zempényi Múzeumnak van egy hatalmas gyűjteménye, tehát biztos azokat is lehetne még bővíteni. Mert mindig úgy, ahogy most tőle kaptam ezt a csodálatos gyűjteményt, lehet, hogy találok közte olyat, amit, sőt, hát már amit láttam itt az elején, nem is ismerem ezeket. Tehát lehet, hogy egy zombori ismeri ezt a lapot. Igen, vannak benne olyanok, amit tényleg ritkaságok. Nagyjából megszkoroztam, hogy kb. Hány lapot láttam eddig, azt hiszem, hogy 1.500.000-nél vagyok körülbelül. Mert ugye átnézi az ember az aukciós katalógusokat, és akkor ott látom a képet, és akkor persze, hát fölé fogalmazott, csorgatom nálam. Nem tudok, hogy vannak olyan ritkaságok az embernek, hogy elérhetes lehet. A fóliásokat az aukciósban vettem én magam is, igen? Azért, mert ugye Székelyföld és Székelybarnál is meg akartam menteni, hogy azért az nem eszem volt a fóliás. Igen, itt is vannak nagyon gyönyörűségek. És az ember nagyon sokat lát, de még mindig jönnek az újak, amiket nem is gondolná, és rácsodálkozik, hogy úgy lehet, de valamit kezdeni kell. És az, hogy te ezt most nekem átadta,